Ismét szépkorúakkal telt meg az egyetem fárépülete szeptember 19-én, csütörtök délután, ahol hivatalosan is kezdetét vette a Moson-Magyaróvári nyugdíjas egyetem idei, immár 14. tanéve. A hallgatókat elsőként Iváncsics János köszöntötte. Az, hogy újra megtelik ez a fantasztikus előadó, 14. alkalommal kezdjük el a nyugdíjas egyetemet. Ugye 13-szor ment végig, ugye a Covid-ban egy kicsit volt azért ugye némi nehézség, de hogyha teljes évaddal számolunk, akkor a 117 előadást jelent. Plusz 13 évzáró, diplomakiosztó ünnepség. Én azt hiszem, hogy tényleg egy fantasztikus eredmény. Az alpolgármester után Varga Otto, a megyei napilap főszerkesztője, majd dr. Tóth Tamás, az Albert Kázmér Moson-Magyaróvári kardékánya köszöntötte a nyugdíjas egyetem hallgatóit. A köszöntők után kiderült, hogy a tavalyi szemeszter legnépszerűbb előadója Koncsány Jenő volt, aki így újabb előadásával nyithatta meg az idei tanévet. Előadása ezúttal a Rovarinváziók Magyarországon címet kapta. Magát az előadást úgy tervezte meg, hogy egy olyan nagyon kúrens problémakörről beszéljünk, amely azt gondolom, hogy nem csak a mezőgazdászokat, hanem mindenkit érint, ez pedig az idegenhonos és inváziós rovarok. Ha belegondolunk abba, hogy az elmúlt időszakban mennyi problémánk van azzal, hogy különböző poloskák akarnak a lakásunkba bejönni, ilyenkor ősztáján, vagy egyáltalán ellepik otthon a paradicsomot, vagy bármi más, ez mindenkit érint. Nem is gondolnák az emberek, hogy mennyi idegenhonos inváziós rovarfaj ér ma Magyarországon. Több mint 100 fajról beszélhetünk, amelynek a jelentős része az elmúlt 30 évben a rendszerváltozás után érkezett Magyarországra. Az előadás során aztán ezek az élőlények kerültek főszerepbe, így különböző poloskák, darazsak, legyek, de az is kiderült, hogy milyen inváziós kártevő fajok érkezhetnek még országunkba, és honnan telepednek be Magyarországra. Ezt a fajt kell azt hiszem bemutatni, a keleti cseresznyel egyet. Ez egy gyönyörű szép furólégy faj, jól látható a képen. Mindenki ismeri, hiszen az elmúlt időszakban a cseresznye kukacosságáért főleg ő felelős. De ha belegondolunk abba, hogy 2002-ben jelent meg, és 2006-ra vált tömegessé, azért az csak 20 év, tehát igazából semmi. A nyugdíjas egyetem idei szemesztere az elmúlt évekhez hasonlóan alakul, így az előadásokhoz minden alkalommal tartozik egy online játék is, ami elérhető a nyugdíjas egyetem Moson-Magyaróvár közösségi oldalon és a város honlapján. A szemeszternyitó előadást szeptember 28-án és 29-én több alkalommal is megtekinthetik televíziónk műsorán. A tervek szerint a nyugdíjas egyetem következő előadását október 10-én, csütörtökön délután 15:30-tól tartják, a vendég pedig Pápai Gyula, bűnmegelőzési kiemelt főelőadó.